Komphúzó versennyel kezdődött a Tiszaparti Fesztivál. A csapatok minden erejüket összegyűjtötték a több tonnás komp partra húzásához. A feladathoz ügyesség, erő és gyorsaság is kellett. A bográcsokban közben javában rotyogott a ponyból készült halászlé, ami hungarikum. A gasztronómiai fesztivál fő támogatója idén is a Szabolcsi Halászati Kft. Volt. A cég majdnem félmázsahallal érkezett a fesztiválra. 350-400 kiló tisztított halat, tehát ez, hogy a 15%-a megszorozzuk, akkor ugye majdnem 500 kiló, mert a tisztítás során ugye van veszteség, ennyit szoktunk feldolgozni, illetve osztunk még 100 kg keszeget, amit már korábban fogtunk meg, és egy kicsit előkészítettünk. És akkor a füstölt ponty, az a 10 kiló füstölt ponthoz 30 kiló ponty kell, mire elkészül. Tehát ennyit hoztunk ide erre a versenyre. Az idén egy igazán különleges halétel is készült, a füstölt halas lapcsánka. A fesztivál nevéhez hűen vadételeket is lehetett kóstolni. A tiszaparti rendezvény nem csak gasztronómiai, de hagyományőrző és kulturális rendezvény is, ahová a környékről szívesen eljönnek a családok. Balsa egyébként is a víziturizmusban kedvelt tiszaparti település. A horgászok, kenusok és kirándulók szívesen ellátogatnak Balsára. Van egy kis nyaralófalunk a Tisza másik oldalán, ami szintén belterület, és Balsához tartozik, ott 30 üdülőház van. És természetesen faluban is vannak szálláshelyek, nem sok, de annyi van éppen, amennyire szükség van jelen pillanatban. Szeretnénk növelni ezen szálláshelyek számát, és azt gondolom, még több ember tudunk majd ide látogatóul fogadni. És hát természetesen a kerékpárút is majdnem ideér már. Itt nálunk van, de még vannak hiányosságok a környező településeken, de amint elkészülnek ezek az utak, akkor ez már teljessé teszi, hogy azzal is el lehet jönni ide hozzánk. Sőt, vízen is, mert hajón is el lehet hozzánk jönni, és van egy kis kikötőhely is, ahol meg tudnak állni a hajók. Tokaj-hegyalja és a Nyírség mellett a megyében a tiszamenti települések közül is vannak, amelyek szálláshelyfejlesztésre forrást kaphatnak a Kisfaludi Turisztikai Fejlesztési Programból. Erről a térség országgyűlési képviselője beszélt a rendezvényen. Ezen a területen Rakamaz és Balsa kerül be ebbe a körbe. Ez azt jelenti, hogy itt egy komoly turisztikai fejlesztés lesz, szállás lehetőségeket is fogja fejleszteni, akár hazai forrásból, nem csak uniós forrásból az állam. És tulajdonképpen ez azt is jelenti, hogy az elkövetkező években mintegy 300 milliárd forint, ami óriási összeg lenne turisztikára, hiszen a turisztika egy kiemelt ágazata a magyar gazdaságnak. Éppen a napokban jelentek meg az adatok, hogy a belföldi turizmus 15%-kal nőtt az elmúlt egy évben, a korábbi évhez hasonlítva, ami azt jelenti, hogy nagyon sokan most fedezik föl Magyarország csodálatos tájait és településeit. A kísérő rendezvények között mindenki talált magának tetszőt, a népi hagyományos játszótéren játszhattak a kicsik, a felnőttek a könnyű zenei koncerteken szórakozhattak.